A mai alkalommal tojás vizsgálatával fogunk foglalkozni. Tudjuk azt, hogy a madarak csoportjára jellemző a tojással való szaporodás. A kérdés az, hogy tulajdonképpen miért jelent meg ez a csoport először a hüllőknél, és aztán pedig a madaraknál. A válasz pedig ugye az, hogy ezzel tulajdonképpen a szaporodás és az utódfejlődés is függetlenné válhatott a víztől, tehát érdemes talán a tojást úgy fölfogni, mint egy zárt medencét, amelyben tulajdonképpen az utód az vizes közegben tud fejlődni, anélkül, hogy ténylegesen tóba vagy folyóba kelljen rakni a petéket. Ez ugye előnyös a szárazföldi elterjedéskor, ezért tulajdonképpen a hüllők először, majd a madarak ezt még jobban kialakítva használják ezt a szaporodási formát. Ennek megfelelően egy tojásnak tulajdonképpen két dologra kell minden alkalommal választ adnia. Egyrészt ugye a levegőt kell, hogy átengedjen, különben megfulladnának a fejlődő utódok, illetve a folyadékvesztést minimalizálnia kell, tehát amellett, hogy a levegő átjut, amellett lehetőleg jól kell zárnia. Ennek megfelelően sokféle burok alakult ki a tojás belsejében, illetve a tojás szerkezete is tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, és akkor a mai alkalommal tulajdonképpen azt szeretnénk megnézni, hogyha nem úgy törjük fel a tojást, mint egy rántott a készítésekor, azaz törjük, és aztán nem látunk semmit, hanem egy picit óvatosabban, akkor milyen részeket láthatunk, illetve figyelhetünk meg egy tojásba. Ehhez tulajdonképpen segítségül veszem ezt a gravírozó készletet, de hogyha ilyennel nem rendelkezünk, akkor egy kisebb fúróhegyére erősített csiszoló is jó, ahhoz, hogy a tojásnak a külső héját óvatosan meg tudjuk bontani. Több fázist is elkészítettem. Az elsőn megmutatom azt, hogy tulajdonképpen mit kellene tenni. Ugye a tojás belső szerkezeténél fontos azt tudni, hogy alapvetően több burok veszi körbe. Hány burok alkotja a tojás külsejét. A válasz az, hogy alapvetően kettő, tehát van egy külső meszes burok, ami átjárható tulajdonképpen a levegő számára, és van egy belső lágy hártya, ez pedig tulajdonképpen rögzíti a folyadékot bent. Ennek a lágy hártyának két rétege van tulajdonképpen. Az első réteg az szorosan hozzáfekszik a meszes héjhoz, a másik viszont a folyadékot, illetve a sziket és a fejlődő embriót fogja körbe, és a légudvarnál elválnak egymástól. Fontos tudni azt, hogy ez a légudvar ez nagyjából ezen az oldalon helyezkedik el itt. Tehát attól függő, hogy mit akarunk a bontás során csinálni, lehetőségünk van arra, hogy itt fölülbontsuk ki, de akkor nem a légudvarnál fogunk bejutni, vagy pedig a légudvarnál, és akkor viszont nem fogjuk csak a belső hártyának az egyik részét átszakítani. Jó, és akkor óvatosan mutatom, hogy mit teszünk. Tehát ugye most a felső részét elkezdem csiszolni. Jó, és nem is csinálom tovább. Ugye jól látszik az, ami a hüllők tojásához képest újdonság, azaz a meszes héj, az végül is itt jelenik meg először, tehát ugye ez egy szilárd réteg, nem olyan könnyű átjutni rajta. És hogyha tovább haladok, akkor láthatom azt, hogy ezt a szilárd réteget ezt teljesen tulajdonképpen ki lehet bontani, és akkor alatta egy vékony héjhártya van, ami már ugye könnyen mozgatható, és alatta pedig már tulajdonképpen a tojás fehérje és a sárgája folytatódik. És akkor itt két lehetőségünk van a vizsgálatra. Egyrészt, hogyha fölülbontottuk ki a tojást, akkor eljuthatunk egy olyan stádiumba, amikor tulajdonképpen a hártyának a belső része az még rajta van, és akkor tulajdonképpen hiába van nyitva a tojás, ezt így tökéletesen meg tudom forgatni, ugye a légudvarnál van nyitva, tehát nem folyik ki belőle semmi, hiszen a belső része még mindig lezárja. Vajon mi lehet a szerepe a légudvarnak a leendő élőlény kikelése során? A válasz tulajdonképpen az, hogy egyrészt levegő is van benne, de nem ez az elsődleges szerepe, mert a levegő az a meszes héjon is átjut. Igazából az a célja, hogy amikor a madár eljut abba a stádiumba, hogy kikeljen, akkor könnyebb először a lágy hártyát átszakítania, és ezzel tulajdonképpen egy pici helyet nyer.
úgymond nekifutást, és aztán utána viszont már képes lesz a csőrével kinyitni a magát a kemény héjat, ami azért nem is olyan egyszerű, ugye én befele is nehezen megyek, neki ennek megfelelően kifele is nehéz útja van. És akkor ezen az oldalon pedig itt látszik, hogy hogyan néz ki teljes egészében. Ebből már egy kicsit a fehérjét kibányáztuk, és akkor itt látszik azt, hogy a fehérjét, hogyha átszakítjuk a héjat, akkor ki lehet önteni. És a tojás sárga még mindig egyben marad, látszik, hogy olyan, mintha kijönne, aztán visszaugrik. Ez pedig azért van, mert maga a sárgája, és egy újabb hártyával van körbevéve. Nem tudom, ez így látható, hogy igazából nem folyik ki. Ott van rajta, és visszaugrik megint vissza. Tulajdonképpen mi a sárgája egy tojásban? A helyes válasz az, hogy tulajdonképpen a leendő embrió ebből a sejtből fog elindulni. Néha azt lehet hallani, hogy a tojás egyetlen sejt. Igazából az egyetlen sejt, a petesejt, az maga a sárgája, és amikor ez a petesejt a madárnak tulajdonképpen a petefészkéből kiszabadul, akkor utána egy több rétegű folyamaton megy keresztül, tehát elindul lefelé a petevezetékben, és rárakódnak ugye védő burkok és héjak, amelyek tulajdonképpen táplálják, illetve óvják, és ezt az elején már említett vizes közeget tulajdonképpen biztosítják a leendő fejlődő madárnak. Miközben ugye halad lefele a petevezetékben tulajdonképpen a petesejt, közben burkok rakódnak rá, és az egész föl van csavarodva, mert hogy pörög, amikor lefele megy, tehát ez a gömb, és magára teker, mint egy szőnyeget, tulajdonképpen rétegeket, és aztán ennek a rétegnek a két vége fölül meg alul, mint egy ilyen madzag rögzül a tojás belsejéhez, ezt hívják jégzsinórnak, és ezen függ tulajdonképpen a tojásban a sárgája. Tehát normálisan, hogyha itt látjuk, akkor ez egy ilyen lebegő dolog a víz miatt, de amúgy sem fog lesüllyedni, hanem nagyjából középen helyezkedik el. Ennek az oka, illetve ez azért hasznos, mert magának a sárgának a tetején fog majd egy megtermékenyített tojásban fejlődni a madár, tehát ebben valószínűleg nem. És egy ilyen pici lemezként fog majd fejlődni, és tulajdonképpen felhasználja azt a táplálékot, ami a sárgájában benne van. És akkor a következőkben még mikroszkopban megvizsgáljuk ennek a hártyának a szerkezetét. Egyrészt elkészítettem ennek a hártyának egy pici mikroszkopban vizsgálható rétegét, illetve a jégzsinórból is kiszedtünk egy darabkát, és azt mikroszkópi vizsgálatnak vetjük alá. Most pedig akkor megnézzük mikroszkópban, hogy hogyan néz ki az a bizonyos jégzsinór, ami tulajdonképpen a tojás sárgáját, illetve hát a szikanyagot tartja felfüggesztve a tojásban. Itt, hogyha megnézzük, akkor látható, hogy ennek a jégzsinórnak egy rostos szerkezete van. Ez a kép úgy készült, hogy ollóval elvágtam egy kisebb darabot. Itt az látható, ahol viszonylag összesodort formában van már. Ez az a része a jégzsinórnak, ami tulajdonképpen rögzíti a tojás héjához. És akkor egy másik képen pedig az látható, ahol ez a jégzsinór még nincs annyira összecsavarodva, egy kicsit lazább szerkezetű. Ez pedig azt a részt mutatja, amely tulajdonképpen közelebb fekszik a tojás sárgájához. Jó, és akkor még egy gyors képen megnézhetjük azt, hogy hogyan néz ki maga a hártya, ami tulajdonképpen a lágy héjnak a belső hártyája, és hát ami itt látszik, az igazából annyi, hogy ez egy nagyon előteljes rostos anyag, ami ugye képes arra, hogy a folyadék és fehérje tartalmat bent tartsa, és ugye ezért a légudvarba folyadék nem fog kerülni. Köszönöm szépen a figyelmet!